Dr. Bencsik Lajos, a Tolna megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság elnöke ismertette az április 3-ai parlamenti választások választókerületi eredményét, majd átadta a megbízó levelet az újonnan megválasztott országgyűlési képviselőnek, Süli Jánosnak. A választóknak is köszönjük a részvételt, megjelentek ilyen szép számba, és akkor a bizalmat, hogy belém helyezték, hogy próbáljuk majd a következő 4 évben megszolgálni. Süli János azt mondta, folyamatosan dolgozik azért is, hogy az atomerőmű 4 blokkja üzemeljen, illetve hogy a bővítés megtörténjen. Az országgyűlési képviselő az atomerőművi beruházásért felelős miniszterként elmondta. A Rosatom egyértelművé tette, hogy az orosz-magyar kormány közihitel megállapodás alapján teljesíti a Paks 2 szerződéses kötelezettségeit. És az a jó ír nem csak ő, hanem ugye nyertesek közt vannak amerikai beszállító, francia, német. De ők mindjárt voltak az elmúlt napokban nálunk, akkor is megerősítették, ma is a General Electric-kel lesz egy rövid találkozó, ott is erről fognak tájékoztatni bennünket, hogy a munka halad tovább. Továbbra is elsődleges szerep jut a térségfejlesztési feladatoknak, az önkormányzatokkal való együttműködésnek Süli János munkájában. Az új paksi városközpont kialakítása fontos részét képezi a fejlesztési terveknek. Konzervált területe olyan nagy rész már az a rész, ahol az integrált irányítási központ fog épülni, az ugye el lett pucolva, és akkor kezdődhet majd ott is a munka, de további dolgokra is szükségünk van. Területre is oda a szimulátor központot, oktatási központot szeretnénk kihozni, de ugyanúgy a Dunaparti területre pedig oda az új tájékoztató látogató központot az erőműnek első létesítményként. Az országgyűlési képviselő és a jelenlegi kormány is folyamatosan dolgozik a parlament alakuló üléséig. A május 3-ai eseményen Orbán Viktor miniszterelnököt felkérik, hogy az új kormány alakítására tegyen javaslatot.